ez az advent, ez az időszak egy készület, egy készülés a karácsony ünnepére. Olyan, mint a nagyböjt, csak a nagyböjtben jobban érezzük, most adventben egy kicsit úgy nem annyira erőteljes a számunkra sokszor, hogy készülünk valamire, de fontos, hogy valóban készülünk erre a nagy ünnepre. És amikor készülünk valamire, akkor sok mindent kell csinálni, legyen az egy dolgozat, tanulni kell előtte, legyen az egy verseny, akkor gyakorolni kell rá, de legyen az, hogy egy születésnap egy nagyobb ünnep, és akkor takarítani kell otthon, kinek mit, ugye, bevásárolni, sütni, főzni, és hogy amikor sokat készülünk valamire, könnyen elfelejtjük azt, hogy vagy nem érezzük annyira, hogy miért is csináljuk. És akkor olyankor jó, hogyha egy kicsit valaki emlékeztet minket, mert olyan unalmasnak tűnik a készület, és éppen azért van ez a vasárnap, hogy emlékezzünk arra, hogy mire is készülünk. Nem csak az ajándékokra, az is jó dolog, nem azt mondom, meg fontos, de arra, hogy Jézus megszülessen. Most itt egy kérdés van, keresztelő Szent Jánostól hallottuk, küldte a tanítványokat, hogy kérdezzék meg Jézustól, te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk? És ez a kérdés egy kicsit, tehát ránk is igaz. A válasz mondjuk a hittankönyvből, meg sokan azt mondanánk, hogy Jézus Krisztus az, akit várunk, de a kérdés, hogy a mindennapokban ez valóban így van-e? Hogy könnyen beleesettünk abba, hogy valami más fontosabb. Kicsit magamból is kiindulva lehet, hogy a másik véleménye bizonyos esetekben fontosabb. Vagy a munka, lehet a tanulás, lehet a szórakozás, a pihenés. Néha sajnos fontosabb más dolog, mint az Isten. És ez fontos, hogy ez a kérdés feltegyük magunknak is. Nem azért, nem egy rossz hallásból, hanem hogy lássuk, hogy valóban várjuk ezt a Krisztust. Hogy valóban szeretnénk-e találkozni vele. Mert ebben a karácsonyban most ünnepeljük, mondjuk Jézus születésnapját, ugye Jézus ezen a napon született, azt ünnepeljük, és az már megtörtént. Várjuk azt is, hogy majd eljöjjön másodszor dicsőségben, mikor átalakítja ezt a világot egy tökéletes világgá, ahol az Isten már úgy látjuk, ahogy van, arra várakozunk és kérjük, hogy jöjjön el. De közben itt van ez az időszak, és ez mindnyájunk számára fontos, hogy Krisztus velünk akar találkozni. Kicsikkel és nagyokkal egyaránt. Krisztus, Jézus Krisztus keres minket, és meg akarja mutatni magát, meg szeretne születni a mi életünkben. És talán már tapasztaltuk ezt, hogy volt ilyen, vagy látjuk az életünkben, de az Isten mindig jön újra és keres minket. És itt van nagyon érdekes, mert az Isten mit akar tőlünk? Mondtuk, hogy ez az öröm vasárnapja, és nagyon az olvasmány is nagyon jelzi ezt, így kezdődött az olvasmány, hogy örüljön a puszta és a kiaszott vidék, újongjon a sivatag, és viruljon, mint a lilium. És akkor folytatja, és érdekes ez az örüljön a puszta, viruljon, mint a lilium. Ugye a puszta, a sivatag az nem egy olyan kellemes hely. De mégis az Isten azt mondja, hogy az Isten amikor jön, az kivirágzik. És van az életünkben is olyan nehézség, ami nem tetszik talán. Lehet, hogy kisebbeknek ez, nagyobbaknak az. Lehet, hogy az iskolában van probléma otthon, de lehet a munkában is, lehet egy betegség, ami kicsit ilyen pusztává teszi az életünket. Az Isten ezekben a helyzetekben is keres minket, és jön, hogy az a puszta ne csak egy rossz dolog legyen, hanem hogy igenis viruljon, hogy abban is kapjunk egy reményt az Istentől, hogy tudjunk örülni az Istennel.